mindenkinek a mai napon klímabónuszról fog nektek egy kicsit mesélni. Bizonyára hallottatok már, hogy az osztrák állam 500 euróval fogja támogatni a 18-en felülieket, illetve 250 euróval a 18-en aluliakat. Eredetileg úgy tervezték, hogy októberben kezdik az utalások megkezdését, azonban már szeptember 1-től el tudták kezdeni, szerencsére, és kezdőkörben körülbelül 300 ezer ember már meg is kapta ezt az utalást. Azok jogosultak egyébként az utalásra, akik legalább 183 napja ausztriai lakcímmel rendelkeznek. Két részből tevődik össze a támogatás. Az egyik a 250 eurós klímabónusz, a másik pedig az úgyszint 250 eurós drágulás ellenes bónusz. Munkanélküliek extra 300 eurós segélyt is fognak kapni az államtól, és ugyebár a kiutalás vagy Finanszonline-on keresztül bankszámlaszámra, vagy pedig postai úton fog érkezni hozzátok. Ez attól függ egyrészt, hogy van-e valakinek Finanszonline-ja, értelemszerűen, ha nincs, akkor postai úton fogja megkapni. Azonban, akinek van Finanszonline-ja, sem biztos, hogy bankszámlára fogja az utalást megkapni, mivel hogyha 2020 első elseje óta nem volt bevételetek, illetve nem volt átutalásotok a Finanszonline-on keresztül, akkor az biztonsági okokból a rendszer automatikusan postai kiküldésre fogja átirányítani, mivel hogy ennyi idő alatt akár meg is változhatott valakinek a bankszámla száma, és nehogy fals helyre menjen az utalás. Hát remélem mindent el tudtam mondani nektek ezzel kapcsolatosan, és további szép napot kívánok nektek! Sziasztok!